A Balatonfejlesztési Tanács munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. A hagyományoknak megfelelően az Európai Fenntarthatósági Héthez kapcsolódóan természetvédelmi rendezvényt szervezett a Balatoni Partnerségi Napok keretén belül. A szakmai konferencia helyszínéül a Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóságának Csopaki Park villáját választották a szervezők. A Balaton térség egyedülálló, a természettel kialakított, rendkívül változatos, sokrétű és értékes kapcsolataiban is. A tó élővilága, a települések zöld területei, a változatos madárvilág mind-mind ennek a kapcsolatnak a részei. A rendezvény ezt a változatosságot kívánta bemutatni. Próbáltunk olyan témát talán a mai természetvédelmi konferenciának, ami a fenntarthatósághoz, a természet és az ember kapcsolatáról szól. Ezért is esett a választásunk a Balaton parti sávjára, arra a területre, ahol a legnagyobb természeti értékek, ahol a vízi élővilág találkozik a szárazföldi élővilággal, és ennek megfelelően egy nagyon széles és sokoldalú környezeti természeti sokszínűség alakult ki. Ugyanakkor a turizmus, illetve a Balaton használata révén az ember is ez az a parti sávból a leginkább, legintenzívebben jelen van és avatkozik be a természeti folyamatokba, a természeti értékekbe. Ezért a mai konferenciának volt ez lett a fő téma, hogy a parti sáv fenntartható használata. Zagyva Tünde Andrea vízminőségvédelmi referens a vízgyűjtőgazdálkodási tervek felülvizsgálatának jelenlegi állásáról adott tájékoztatást. Kiemelte, hogy a vízgyűjtő területek 95%-a természetvédelem alatt álló területen fekszik. Több projektben, illetve mint a területen történtek erre vizsgálatok, és bízunk benne, hogy sikerül már nem csak egy becsült ökológiai vízigényt megadni, mint a második tervben, hanem már konkrét vizsgálatokon alapuló eredményeket tudunk legalább néhány víztípusra megadni, ami fontosabb a természetvédelem szempontjából. Pécseri Péter, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakembere a vízparti sáv épített környezet egyensúlyáról tartott előadást. Nem kerülhető meg természetesen a 120 cm-re történő maximális üzemi vízszint emelés kérdése, mondta. A probléma nem új keretű, tehát amikor 110 cm-re emeltük a maximális üzemi vízszintet, akkor is ismertek voltak azok a műszaki beavatkozások, amiket meg kellett tenni. Ehhez készültek most azok a megfelelő projektek, amik remélhetőleg megfelelő forrást fognak biztosítani ahhoz, hogy valóban ezek el is készüljenek, és biztonságosan tartható legyen ez a megemelt üzemi vízszint. A projektekről szólva kiemelte az előadó a fő megvalósítási célokat. Ezek a Balaton levezető rendszerének korszerűsítése, a klímaváltozás hatásainak vizsgálata, valamint preventív intézkedések a Balaton hosszú távon fenntartható vízminőségét érintően. Kolossa József, a miniszterelnökség építészeti és építésügyi helyettes államtitkárság főosztályvezetője a Balatonparti sáv építési, építészeti szabályozásáról szólt előadásában. Ismertette az előírásokat és lehetőségeket, melyek erősítik a vízpart tájképformáló szerepét. Ez év március 15-én lépett hatályba Magyarország új területrendezéséről szóló törvénye. Ennek részleteit, értelmezéseit tárta a hallgatóság elé. A hallgazdálkodás, horgászat és a természet egyensúlya témában Szári Zsolt vezérigazgató kitért arra, milyen terhelése van a Balatonra, mint víztestre a horgászatnak. Akár mondjuk az etetőanyagok kapcsán, akár a beszakadt szerelékek kapcsán, ami ugye lehet ólom is akár, és ennek milyen hatása, hosszú távú, rövid távú hatása lehet a vízi élettére és egyáltalán az emberi környezetre. Összességében elmondható, hogy a turizmus kockázati tényezőit figyelembe véve a horgászat igen keskeny szeletet jelent csak. A napozó olajokkal károsító fürdőturizmussal, az algagátlószereket használó vitorlásturizmussal, vagy a nem környezetbarát üzemanyaggal működő hajózáshoz képest. A konferencia következő egységében a Balatonfelvidéki Nemzeti Park szakemberei tartottak előadásokat, elsőként a környezeti nevelés témakörben.
Nekünk, mint természetvédőknek a legfontosabb, hogy a természetértékeket be tudjuk mutatni a gyerekeknek. Éppen ezért annak idején létrehoztunk két erdeiskolát, az egyik itt található a Balatonparton, méghozzá Tihanyban. A másik erdeiskolánk pedig Bakonybélben található meg. Ott előfordul, hogy 4-5 napig is ott vannak a gyerekek. Nagyon sokrétű, ott az együttműködő partnerek segítségével sikerült egy olyan komplett csomagot összeállítani, amelybe kosárfonástól, könyvkötéstől elkezdve a Szent Mauricius monostornak a csodálatos kertje és az ő tevékenységük is benne foglaltati. Természetes a magas bakonynak a természeti értékei megismerése. Az erdeiskolák mellett lehetőségük van szakvezetésekre, valamint sokféle rendezvénnyel a környezeti nevelést segítik elő. Egyre népszerűbbek bemutató helyeik, úgy mint a Tihanyi Levendulaház, a Tapolcai Tavasbarlang vagy a Salföldi Major. A lakott területen megjelenő vadállatok viselkedésével kapcsolatosan is fontos információkhoz jutottak a jelenlévők. Ugye minden vadon élő állatot vadállatnak nevezünk, tehát lehet ez egy énekes madár is, vagy akár egy kertünket feltúró vaddisznó. Az egyik esetben örülünk neki, hogyha a rigó ott van a kertünkben, mert halljuk a csodálatos rigófüttyöt reggel, amikor felébredünk. Hát a másik esetben, amikor arra ébredünk, hogy a vaddisznó feltúrta a kertünket, akkor kétségbe esünk, hogy mit tehetünk. Kezelni kell, bonyolult, nehéz feladat. És egy érdekesség a végére, madármentés gyakorlati szemmel. Elsősorban fokozottan védett madarak közül rétisasokkal kapcsolatos a legtöbb mentés, illetve fehérgólyákkal. Ugye a Balaton közelsége miatt rengeteg a bütykös-hattyú, horogbaalkadás, zsinórbaalkadás, ezeknek a mentése. Aztán a kisebb énekes madár fiókákat nagyon-nagyon sokszor összeszedik, behozzák az állomásra, vagy akár hazaviszik, megpróbálják otthon felnevelni. Ezek között leggyakrabban fecskefajok, molnár fecske, füsti fecske, amelyeknek a fészke szakad le esetleg a mostani szárazabb időjárás miatt, illetve ugye a ház körül megtalálható cínegék, verebek, pinyfélék, fiókáit is nagyon gyakran segíteni próbálják az emberek azzal, hogy az állomásunkra hozzák. A konferencia lehetőséget adott arra is, hogy a résztvevők kérdéseket intézzenek az előadókhoz. Főként a parti szabályozással kapcsolatban kértek még információkat, de a világörökség is felmerült, és nem kis részben a horgászturizmus tóra kifejtett hatásaival kapcsolatban pro és kontra vélemények hangzottak el.